Idézek egy mondatot a 888.hu-ról, ritkán szoktunk innen idézni, hát ez sem véletlen, de most megteszem. A nemzetközi sajtó Budapestre akkreditált tudósítói és sugar daddy-ként tekintenek Georgi bácsira. Lefordítom, arról szól ez a cikk, hogy a nemzetközi sajtóban a Magyarországgal foglalkozó tudósítók közül a 888.hu szerint ki az, aki Soros György lekötelezettje, vagy neki dolgozik, és megjelent egy lista. Erre reagált a MOLSZ egy közleményben, amelynek az elnöke a vendégem Hargitay Miklós. Jó reggelt, tegeződni fogunk, mert hogy kollégák vagyunk. Szervusz, jó reggelt, reagáltak bármit erre a közleményre, amiben elítélitek ezt a listázási gyakorlatot, és azt mondjátok, hogy ennél sokkal nagyobb problémák vannak a magyar sajtóban. A 88 pont részéről mondtak bármit? Nem, és nem is szoktak a közleményeinkre reagálni. Az se, akinek kellene. Tehát például, amikor a média tanácsot szólítjuk meg közvetlenül, általában arra se érkezik semmilyen reakció. Itt ugye Bayer Lilit, Bő Stefánt, Balogh Lászlót, Pető Sándort, Simon Zoltánt és másokat, újságírókat, fotósokat tettek rá erre a listára. Viszont ugye mi az imént arról beszélgetünk, hogy a Soros kötődést azt nem mutatták ki, még ha ezzel lenne bármi baj is egyébként. Igen, ennek a cikknek a sok problémája közül az egyik, hogy rosszul van megírva, tehát a újságíró kolléga időzőjelbe azt az alapvető munkafázist, ami egy cikk megírásához mindenképp kell, a tényellenőrzést nem végezte el. Tehát, hogyha ő azt szeretné bizonyítani, hogy ezek az emberek Soros Györgynek dolgoznak, akkor legyen szíves, mutasson valami összefüggést közöttük. Én egy esetben találtam valami nagyon halvány, a Dunai Mártonnál, aki a mi egykori Népszabadságos kollégánk, őről azt írták, hogy egy olyan lapnál, a Magyar Narancsnál dolgozik, ami valami áttételes tőke érdekeltsége Soros Györgynek. Hát Dunai Márton utoljára 2008-ban dolgozott a Magyar Narancsnál, amikor biztos, hogy semmilyen érdekeltsége nem volt ott Soros Györgynek. A te kérdés felvetésed volt, hogy a copyright a tiéd, de az adását úgy fogalmaztad meg, hogy akkor beszéljünk arról, hogy mi nagyobb bűn Soros Györgynek dolgozni, vagy Habony Árpádnak, mert leegyszerűsítve azért ez a kérdés itt. Igen, bár azért ne ugorjunk át a fölött, hogy ezek az emberek nem Soros Györgynek dolgoznak, vagy legalábbis nem sikerült ezt semmivel. De tudjuk, hogy vannak olyan honlapok, oknyomozó portálok, amelyek nem tudnának Soros György támogatása nélkül létezni. Bizonyára így van. 2010-ben, amikor a jelenlegi kormány hatalomra került, akkor a magyar közéleti sajtóban, ugyanúgy, mint Európa más országaiban, a média termékeket média cégek működtették, többek között a Bertelsmann, a Ringi és hasonlók. Jelen pillanatban ezen a piacon, tehát a magyar közéleti sajtóban egyetlen ismert média cég sincs. Ezt a helyzetet nem Soros György állította elő, hanem az Orbán kormány különféle eszközökkel, pénzzel, zsarolással, a szabályozók megváltoztatásával elűzték a média befektetőket erről a piacról, és hát a helyükre benyomultak olyan emberek, akiknek vagy a médiával, de sokkal inkább a politikával valamilyen szándékuk van. Lehet, hogy Soros György is köztük van, de hogy ezt a helyzetet nem Soros György állította elő, az egész biztos. És akkor erre a helyzetre mi a megoldás? Mert hogy rövid távon nem látszik, hogy ebből lenne kiút. Az újságírók meg reméljük a többségük tisztességgel próbálja végezni a munkáját ilyen keretek között is. Igen, én nem tudom, hogy mi a megoldás. Azt tudom, hogy van Magyarországon jelenleg egy sajtószabályozás. Ez egy egypárti szabályozás olyan értelemben, hogy csak a Fidesz szavazta meg. Viszont ez kétharmados törvényekben, tehát a média törvényben, meg az alkotmányban van szabályozva, elég pontosan és alaposan. Minimum ezeket be kellene tartani. Pillanatnyilag a média szabályozás szerint nem bűncselekmény olyan újságnál dolgozni, amiben Soros Györgynek érdekeltsége van. Ha majd a kormány szeretné, hogy ez bűncselekmény legyen, akkor iktassa a törvénybe. Azért ne adj ötleteket szerintem. Jelenleg ez nemhogy nem bűncselekmény, de valami morális szabályt se hágált vele senki, de még hogy áthágna is, akkor is bizonyításra szorul, hogy valaki tényleg Soros Györgynek dolgozik, ezek az emberek nem neki dolgoznak. És ezt tegyük hozzá, hogy azért, amikor az ember a 888.hu bármelyik cikkét, én most pont ezt kerestem meg, megpróbálja megnyitni, akkor alig tudja kiböngészni a kormányzati hirdetések közül a cikkeket. Igen, ami engem egyébként nem zavarna, hogyha ez a 888 egy átláthatóan működő és auditált portál lenne, tehát ahol én, mint adófizető, aki ezeket a hirdetéseket finanszírozom, tudnám, hogy mit kapok cserébe a pénzemért, de nem tudom, mert lehet, hogy egész nap nem megy oda senki, nem mérik a látogatottságát.
azért ehhez a problémához tartozik egy párnapos hír, amikor ugye kiderült, hogy a Fidelitásnak két politikusa az Origóhoz szerződött a Belpolitika rovatba újságíróként, közülük az egyik egyébként a 13. kerületi Fidelitás elnöke is. Az ilyen jelenségekről mit gondolsz, mint MOSZ elnök? Hát, mindenki azzal dolgoztat, akivel akar? Egyrészt sajnos igen, mint ahogy egy foci csapatba is be lehet állítani adott esetben a portást vagy a takarítónőt, tehát szabály nem feltétlenül van ellene. Az egyébként egy abszurdum, és megint egy magyar specialitás, hogy az újságírás egy olyan értelmiségi szakma Magyarországon, amihez nem kell szakirányú felsőfokú végzettség. Tehát valóban, aki mondjuk általános iskolát végzett, az is lehet úgymond újságíró, szabály nem tiltja. Én szeretném, hogyha ez a helyzet megváltozna. Az Origo ebből a szempontból egy speciális helyzetben van, mert elég nagy az elvándorlás, amikor megszűnt a Népszabadság, nekünk is ment oda a kollégánk, és egy egész napot tudott ott eltölteni, aztán felmondott. Mit tapasztalt? Mit mesélt nektek? Most név nélkül beszélünk. Hát azt mondta, ez? Hogy ez egy másik szakma, tehát ő eddig ahhoz volt hozzászokva, hogy amit ő gondol a világról, vagy arról az adott jelenségről, amit ír, az jelenik majd meg a cikkben. Egyébként a általam említett alkotmány meg médiatörvény ezt a jogot garantálja az újságírónak, hogy ez így legyen. Ott viszont megmondták neki, hogy mit kell gondolnia mondjuk Putyin elnökről, vagy egyáltalán a világpolitikai eseményekről, és ő meg nem ez volt hozzászokva, úgyhogy elköszön. Ugye a beszélgetésünk elején is használtál egy ilyen metakommunikációt, hogy úgymond újságírók. Tehát a probléma lényege az ez, nyilván nem elegáns, amikor újságírók beszélgetnek arról, hogy ki újságíró, de a MOSZ elnökeként ezt hogy fogalmaznád meg, tehát, hogy mondjuk ez, hogy valaki politikusként oda megy és újságírót játszik, ez belefér, vagy elfogadható? Én azt mondanám, hogy erről még nem is kell ötletelni. Ezek a törvények, amiket említettem, olyan szempontból jó törvények, hogy a paramétereket pontosan meghatározzák. Én azt mondom, hogy az újságíró, aki ezeket a szabályokat betartja, és aki nem tartja meg, az teljesen, vagy nem tartja be, az teljesen fölöslegesen hívja magát újságíró. Hát igen, csak az olvasó, ő ezt nem biztos, hogy ilyen cizelláltan látja. Ő azt látja, hogy ja, hát megjelent interneten egy nagy látogatottságú portálon, a formai követelményeknek megfelel, van címje, lídje, szerzője. Akkor igen, ez egy újságírónak látszó emberek újságcikknek látszó tartalmakat állítanak elő, de attól ez még nem újság. Csak egy kérdés, a médiatanács bármit reagált erre a történetre, a listázásra? Tudtunk, nem. És nyilván kellene? Kellene, az ő dolga lenne. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.